Amiről beszélni szeretnék, és az előbbiek fényében megpróbálok egy kicsit vissza is utalni, csatolni majd a korábban elhangzottakra, az az a szabálykörnyezet, ami változóban ma jelentős mértékben változik az európai villamosenergia piacot tekintve. Ezt úgy hívjuk, hogy az Európai Uniós hálózati szabályzatok, network kódok új rendszere, és ezt eredendően itt már a stratégia kapcsán megemlítésre került 96-os közös belső piaci direktíva kétszeres felülvizsgálatát követően, 2003-ban és 2009-ben volt ilyen felülvizsgálat, ezt követően megjelent harmadik energiacsomag írta előkötelezően, hogy azt a távlati célt, és akkor itt próbálok kicsit a stratégiára utalni, amelyik azt az alapvetést teszi, hogy a villamosenergiában, egyébként a gázban is, ezzel párhuzamosan, közös érdeke az Európai Unió tagországainak, hogy az egységes piac létrejöjjön, minél kevésbé korlátok között tudjon működni, és ennek eredményeképpen azt az itt többször is megemlítésre került rugalmasságot lehessen biztosítani, a hozzáférést a különböző forrásokhoz, amelyek révén az előnyöket egyforma eséllyel tudják az Európai Unióban villamosenergiát és gázt felhasználó végfogyasztók elérni. Tehát ez a végleges, vagy a végső célja ennek az egész folyamatnak, és ez olyan értelemben illeszkedik a képbe, és próbálom így indokolni a szükségességét aztán majd meglehetősen jogi természetű szabályzatoknak, hogy sok minden nyitott kérdés, az imént elhangzott elemzések is abba az irányba mutatnak, sem az unió tagországai között nincsen egység az energiapolitikát illetően, különböző módszereket választva különböző megoldásokra szavaznak, ráadásul ebben a most már 15 éves időtávban többszöri irányváltás is volt, tehát ez egy alapvető kockázati tényező. Ezzel együtt, hogyha az infrastruktúra, amiért ugye a rendszerirányító oldaláról mi magunk felelősek vagyunk, ez az infrastruktúra minél inkább rendelkezésre tud állni, és ki tudja szolgálni bármilyen irányváltással is, hát ennek nyilván nem korlátlan a lehetősége, de a különböző irányváltások mellett is az igényeket, akkor van igazából reális lehetőség ilyen döntéseket meghozni, akár irányváltásokat az energiapolitikákban. Tehát azok a közös szabályok, amikről most igyekszem röviden beszélni, ezek azt szolgálják, hogy a közös európai villamosenergia hálózati infrastruktúra, ez mindenki számára hozzáférhető legyen, mindenki számára egyforma szabályok mentén lehessen csatlakozni, és ezek a szabályok előre kiszámítható, átlátható szabályok legyenek. Lényegében ez a cél, és ezt tűzte ki 2009-ben az Európai Unió a harmadik energiacsomag keretében. Ebben az energiacsomagban az volt a döntés, hogy az Európai Bizottság, mint a közös energiapolitika letéteményese vagy meghatározója, úgymond megrendelést ad a közös szabályok megalkotására, és ezeket a megrendeléseket a regulátorok szervezete, ez az ÉSZER itt az ábrán, és a villamosenergia, illetve mondom párhuzamosan a gázrendszerre is igaz mindez, a gáz és villamosenergia rendszerirányítók lesznek azok, akik tételesen kodifikálják, megfogalmazzák a részletszabályokat. Ez az ENCOI szervezet a mi esetünkben. És ebben a munkában, ebben a háromszögben megrendelés, az ÉSZER a regulátorok általi kicsit pontosítása az igényelt szabályzatok struktúrájának, és utána részletes kidolgozás, ez folyamatos konzultációval történik a rendszer összes felhasználója bevonásával. Ez a munka az ENCOI létrejöttével gyakorlatilag párhuzamosan 2009 utántól elindult, és a mai napig tart. Pillanatnyilag, ezt mindjárt részleteiben is mutatom, majd 10 ilyen szabályzatnak az elkészítése folyik, és tart különböző stádiumban. Picit a metodikára. Az előbb elmondott folyamat van itt lerajzolva, az Európai Bizottság, a regulátorok és az ENCOI
körében zajlik a munka, és utána visszakerül jóváhagyásra minden kódtervezet, szabályzattervezet ugyanezen az úton, végeredményben a bizottsághoz. És utána indul egy újabb folyamat, ami illeszkedik egyébként az EU-s jogalkotás gyakorlatába, az úgynevezett komitológiai folyamat, amikor valóban jogszabályá avanzsál, tehát véglegesítik az egyes tagországok egyetértésével lehet kihirdetni végeredményben. Ebben már az érdekeltek részvételén túl biztosítják az egyes országok képviseletét a tanácson keresztül, illetőleg az Európa Parlament részvételét. Magukra a szabályzatokra, amikor a munka elkezdődött, meglehetősen sok kérdőjel vetült, és be kell valljam, hogy pillanatnyilag sem mindegyik eldöntött véglegesen még ezek közül a kérdések közül. Ugye egyfelől az egységesítés igénye szolgálhatja a közös infrastruktúra egyforma esélyű használatát, másfelől viszont vannak óhatatlanul és fizikailag is adódnak, de az ellátásbiztonság különböző szempontjai szerint is regionális vagy helyi sajátosságok. Ezek közt mindenképpen valamiféle egyensúlyt kell teremteni. Maguk a szabályok milyen részletesek legyenek, lehetnek Európai Uniós szinten? Ez is egy praktikus kérdés. Ha belegondolunk, hogy ezek jogszabályok lesznek, tehát közvetlenül mindenkire hatályosak, egész Európa szerte, innentől kezdve egy olyan közös szabályrendszer kell, ami elfogadható az egyébként korábban nagyon eltérő gyakorlatot űző, mondjuk skandináv, vagy brit, vagy a kontinentális európai tagországok számára is. Másfelől viszont, hogyha nem kellően részletezettek, akkor nem eléggé tudnak egységesen orientálni, mondjuk egy hálózati csatlakozás esetében, vagy a gyártók szempontjából a hálózatra felköthető eszközöknek a paraméterei tekintetében. Tehát ebből a szempontból nagyon fontos a megfelelő egészséges egyensúly, egységes szabályrendszer megfelelő részletezettséggel. Ugyanakkor itt a másik dilemma, hogyha változik a világ, már pedig ezt itt az előző előadások is mutatták, hogy elég gyorsan változik, ehhez igazodni is kell tudni. Ha nagyon merevek a szabályok, még egyszer hangsúlyozom, Európai Uniós szintű jogszabályok, évek óta tart az első előkészítésük, hogyha a változásokra nem elég rugalmasan tudunk velük módosítások útján reagálni, az viszont az alkalmazás során jelent majd nagyon komoly problémákat. Hát és mindemellett megint csak hazabeszélve a rendszerirányításra, nagyon komoly átalakításról van szó, idáig többnyire nemzeti szinten szabályozott eljárásokat kell Európai Uniós szintre hozni, másfelől viszont eközben folyamatos ellátásbiztonságot garantálni. Tehát azért a villany maradjon égve mindenhol, álljon rendelkezésre mindenkinek. Tehát úgy változtatjuk meg az infrastruktúra működési feltételeit, hogy közben maga az infrastruktúra nehogy megszenvedje ezt. Hát ez egy nagyon komoly kihívás. És hát mindezen közben korábban azért eléggé egyértelműen például az európai rendszerirányítókra hárult elsődlegesen, meg a nemzeti regulátorokra egy csomó kötelezettség. A törvény okán, az új szabályzatok okán minden rendszerhasználó egyformán ki kell vegye a maga részét a felelősségvállalásból. Ez azért ennyire direkt korábban nem jelent meg, és itt a határokat, a felelősségi határokat is nagyon gondosan kell beállítani. 10 darab szabályzat előkészítése zajlik, ahogy említettem. Ebből 3 köthető piaci területekhez, picit részleteibe belemegyek, de nem túlságosan elnyújtva, ha kérdés van, természetesen szívesen. Ugyancsak 3 az ellátás biztonságra vonatkozó, alapvetően műszaki jellegű szabályzat és szabályrendszer. És vannak olyan a rendszer fejlesztésére, a hálózati csatlakozásra vonatkozó, ez aztán valóban mindenkit nagyon széles kört érint, praktikus előírások, amelyek egy másik 3-asban található, és most áprilisban indult el a legutolsó, az üzemzavar és helyreállításra vonatkozó szabályzat kidolgozása, ami megint csak egy meglehetősen technikai jellegű szabályrendszer lesz. Előzménye egyébként itt főleg a kontinentális európai párhuzamos üzemi együttműködésben van ezeknek a szabályoknak. Itt a nagy kihívás az, hogy most össze kell békíteni az ettől eltérő, vagy említettem például skandináv vagy a brit gyakorlattal.
A piaci szabályzatok váltják ki talán a legélénkebb vitát, vagy a legerőteljesebb lobbizás most már az utolsó szakaszban, ebben a bizonyos komitológiai szakaszban ezeknél tapasztalható. A legelső kód, ez a CACM, a kapacitás számítási és szűk keresztmetszet kezelési kód, vagy kapacitás allokációs és szűk keresztmetszet kezelési kód, ez gyakorlatilag minden piaci szereplőre vonatkozik, és éppen ezért rendkívül érzékeny téma. És most azt látjuk, hogy az eredetileg elképzelt, később jönne, de elébe megyek, ütemterv szerint az elsők között tavaly ősszel elindítva nagyjából egy fél év alatt gondolták hatályba léptetni. Most ott tartunk, hogy végleges szövegtervezetet a bizottság egyszerűen ki sem ad a kezéből, annyira komoly viták zajlanak már a bizottságon belül a szükséges vagy vélt szükséges módosításokról, hogy egész egyszerűen megakadt a folyamat, és mai információm szerint várhatóan a nyár közepéig nem is lesz újabb formális ülés, amelyen a részleteiről lehetne tárgyalni. Tehát sem előre megismerhető szövegtervezet, sem előre kitűzött tárgyalási időpont nincsen, hanem az egyes tagállami egyeztetésekre. Tehát láthatóan nagyon megakadt ez a folyamat, és ez jellemzően a piaci kód körül kristályosodott ki, ez a fajta bizonytalanság, vagy erőteljesebb érdekellentétek, érdekütközések. A másik kettő az még eredetileg is későbbre volt ütemezve, az a határidős piacokkal foglalkozó, annak a szabályrendszerét leíró szabályok, illetőleg a folyamatos kiegyenlítésre és ennek a piacára vonatkozó leírás, ami egyébként nagyon szoros összefüggésben van az egyik technikai kóddal, a rendszer egyensúlyának a biztosítását szolgáló kóddal. A csatlakozási kódok, amelyek közül az erőművek csatlakoztatási feltételei lett volna egyébként a pilot, a legelső szándék szerint, amelyet hatályba léptetnek, és valóban elsőként is dolgoztuk ki, és tettük le az asztalra a javaslatot az ENCOI részéről. Ez a kód ugyanúgy pillanatnyilag várakozó álláspontra került, és úgy tűnt, hogy a piaci CACM kód ki fogja előzni, aztán most nem tudjuk, hogy mi lesz a sorsa. A másik csatlakozási jellegű kód az pedig az elosztó hálózatok és az átvitelre csatlakozó fogyasztókkal szemben megfogalmazott követelményeket tartalmazza. Ez is lényegében készen áll, és el kell mondjam, hogy maga a kodifikációs egyéves átfutási idejű időszak rendkívül sok egyeztetéssel, nagyon sok érdekelt bevonásával és nagyon érzékeny kompromisszum kereséssel telt. Tehát én azt egy nagyon komoly problémának és kockázatnak látom, hogy egy rendkívül nehezen összehozott, kompromisszumos, kiegyensúlyozott, kiegyenlített javaslat a szabályok tekintetében most úgy kerül be egy parlament vagy kormányon belüli egyeztetési folyamatban, hogy gyakorlatilag semmi nem biztos benne, bármiféle változtatás elképzelhető, ami én számomra mérnökként mindenképpen egy nagy kockázat, abszolút fölboríthatja ezeket az érzékeny egyensúlyokat és kompromisszumokat. Tehát itt nagyon komoly aggályokat fogalmazok meg legalább a magam részéről e tekintetben az eljárást illetően. És hát azt gondolom, hogy ez tükröződik a bizonytalanságban is, ami most elhúzza ezt az egyébként jóval flottabbra tervezett folyamatot. Amivel még nem vagyunk készen, annak a nyilvános konzultációja zárult éppen csak le, ez az egyenáramú kapcsolatok szabályrendszereire vonatkozik. Ez ugye a különböző szinkron területek, megint csak kontinentális Európa, Skandinávia, Brit sziget, Ír sziget, közötti összeköttetéseket szabályozná, illetőleg mondjuk a tengerbe telepített szélerőmű farmok csatolását az egyéb váltófeszültségű hálózatokhoz. Az üzemviteli szabályzatok, ezek azok, amiket említettem, hogy jellemzően nagyon műszaki megközelítésűek. Itt talán kevesebb vita várható a részleteket illetően, viszont annál több kötöttséget jelent az, hogy nagyon komoly előzményei vannak ezeknek a szabályoknak. Például nálunk az úgynevezett üzemviteli kézikönyv, amit a rendszerirányítók menedzselnek a mai napig, egy sokoldalú szerződés alapján kötelező mindannyiunkra nézve. Ennek tulajdonképpen az átfordítása univerzálisan hatályos törvényekbe a feladat, de itt megint csak be kell foglalni az eltérő sajátosságú többi
rendszernek is, szinkron területnek is a saját szabályait. Emiatt aztán új terminológiák használatától kezdve különböző felelősségi kérdésekig sok minden fölvetődik. Ahogy említettem, volt egy elképzelt ütemterv, ez is egészen friss, ez az áttekintés. Azt mutatja, hogy a 10 említett kód közül gyakorlatilag hát 8 lényegében elkészült szövegszerűen, lehetne vagy lehet róla egyeztetni és véglegesíteni. A említett egyenáramú kapcsolatokra vonatkozó kód, illetőleg a most indult munka az üzemzavari és rendszerhelyreállítási kód körül az az, ami ütemezetten és terv szerint is később következett volna. Ez van még folyamatban. Viszont az úttörő első helyen szereplő kódok esetében most elég komoly megtorpanást tapasztalunk. Úgyhogy nem is nagyon mennék bele az eredeti ütemtervekbe, hiszen ezek már nem tarthatóak. Ezt átugrom, és azzal zárnám a mondandómat, hogy nyilvánvalóan ebben a folyamatban, amiben most is nyakig benne vagyunk, személy szerint is részt veszünk a szövegező tímekben, több esetben, illetve folyamatosan nyomon követjük a készülő tervezeteket, és véleményezzük, hogy ez aztán alkalmazható legyen. Tehát ez a munka már eddig is zajlott. A rendszerirányító részvételével is, Magyarország, a Magyar Villamosenergia Rendszer képviseletében is. A komitológia során, ami ugye a jogszabályok véglegesítése, itt már a szerep átkerül elsősorban a kormányhoz és a nemzeti regulátorokhoz. Itt is azért a szakmai hátteret próbáljuk biztosítani az ő részükre, tehát ez változatlan feladat, illetőleg az itthon majd esedékes további egyeztetések során is igyekszünk magyarázatokkal, illetőleg a saját látásmódunkkal hozzájárulni az eredményes folyamathoz. Ami ebből viszont apró pénzre váltandó feladat, az az, hogy a ma érvényes hazai belső nemzeti szabályozásunkat, elsősorban az ellátási szabályzatokat, tehát üzemi szabályzat, kereskedelmi szabályzatra gondolok, vagy az elosztói szabályzatokra, ebből a szempontból illeszteni kell az új törvényekhez, hiszen azok automatikusan felülírnak minden korábbi szabályt. Nyilvánvalóan a nemzeti szabályok jóval részletesebbek, de ezzel együtt a fő mondandók tekintetében, hogyha valami ezzel ellentétes, akkor ahhoz muszáj igazodnunk. Ez egy irdatlan nagy munka lesz, aki ismeri vagy dolgozik ezekkel a szabályzatokkal, tudja, hogy rendkívül részletes, rendkívül terjedelmes szabályzatokról van szó. Ugyanakkor alapvetően meghatározzák a rendszer használata során az együttműködés feltételeit, tehát enélkül igazán nem képzelhető el egy jól működő infrastruktúra használata. Úgyhogy ez egy nagyon nagy munka lesz, és ebben minden mondjuk a rendszer használók képviselőit is ugyanúgy bevonva szeretnénk együttműködni a szabályzati bizottságokon keresztül elsősorban a konkrét szövegezések során majd. Sajnos azt most megmondani nem tudom az iménti bizonytalanságok miatt, hogy mikortól hatályosulnak ezek a szabályok. Ami viszont szintén egy nagyon komoly kockázat, ezek az új törvények, nem egyszerre várható a hatályba léptetésük. Tehát legalább 3-4 csomagban látom én most a realitását annak, hogy 2-3 rendeleti státuszú ilyen network code kijön és érvénybe lép, de ráadásul az abban előírt kötelezettségeket is, vagy elvárásokat is többnyire bizonyos türelmi idővel kell megvalósítani. Tehát mondjuk néhány lehet, hogy azonnal hatályosul, de egyébként egy fél évtől durván 2 évig terjedő felkészülési idő valószínűsíthető most előzetesen. Ennek megfelelően viszont az az új szabályrendszer, amire rá kell húzni a saját részletes együttműködési szabályainkat is, nem egyszerre lesz a kezünkben, hanem több éven át elhúzva több részletben fog megjelenni, úgyhogy itt megint csak egy nagyon komoly kockázata van annak, hogy mindez hogy fog flottul működni az átmeneti időszakban, azzal együtt, hogy aztán a végén pedig a vágyott végcélt elérjük, és valóban egy irányba mutassanak a beavatkozások a végén. Lényegében ez a mondandóm, nagyon komoly feladat vár sokunkra, és ebben tényleg a rendszer minden felhasználójára is számítunk. Igyekszünk a magunk részéről a vezető szerepet megfelelően betölteni. Köszönöm szépen a figyelmet!